hónap műtárgya egy lakodalmas tál. A díszes kerámiát a Kapuvári Múzeum nyitvatartás idejében lehet megtekinteni. A hónap műtárgya júniusban itt a Kapuvári Múzeumban nem más, mint ez a méretében is terjedelmes és díszes lakodalmas tál. A múzeum kerámia gyűjteményében nem csak a történeti Sopron megyéből kerültek ide különböző termékek, ugye a fazekas központokból, gondolok itt Csávára vagy Dőre, hanem a vásározó edénykereskedők révén távolabbi központokból is különböző termékek kerültek ide, portrékák, például Győrből, Bajáról, vagy akár a Mezőtúrról is. Egy alföldi és feltehetően pont mezőtúri műhelyben készült ez a tál is, amit mi ide kiállítottunk. Tulajdonképpen méretében látható, hogy tekintélyes, díszítésében pedig egy nagyon rangos, népies, a rábaközi mennyegzők tanújává vált, amikor is a vacsora alkalmával, a vőfé vezetésével és tréfás beköszöntő versek kíséretében ilyen tálakba hordták az asztalra a szokásos fogásokat, és most idéznék egyet a vőfé szavaiból: gyönge borjú hús ez, mit hozok tormával, csak 30 tavasszal járt ez az anyjával. Gyöngesége miatt a szénát nem ehette, szegény gyönge állat mindig csak a korpát nyelte. Ezért a tormáért sokat fáradoztam, érte egész Magyarországot bejártam. Ezt a keveset is a marostőbe ástam, szerencsésnek tartom, hogy reátaláltam. Itt van hát, kedves vendégek, torma borjúhussal, ezért a cigány is tartozik egy tussal. A múzeum gyűjteményébe 1969-ben került be, innen a városból ez az ünnepi, különleges, alkalmakkor használt úgynevezett lakodalmas tál, amelynek díszítése az alföldi, feltehetően Mezőtúr, Tiszafüred vagy Hódmezővásárhely környéki tálasműhelyek készítményeire jellemző. Láthatjuk, hogy öblét leveles, virágos, bimbos csokor, peremén pedig zöldleveles, kék és piros virágokból álló, körbefutó koszorú ékesíti. A tálat a Soproni Múzeum munkatársa, Harasztovics Veronika 2010-ben restaurálta. A kiállított műtárgy ebben a hónapban is hétköznapokon hétfőtől péntekig 8-tól délután 3 óráig megtekinthető.